Norvég Civil Alaptámogatási Alapnak a segítségével indítottuk ezt a varázsjogar foglalkozás sorozatot. 25 helyszínre látogatunk el, 25 helyszínen találkozunk szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal, civil szervezetek munkatársaival, és az ennek a dolognak a lényege, hogy hát ezt a meglehetősen komor és talán ijesztő témát, hogy gyerekjogok, ezt valahogy egészen másként dolgozunk fel. Ugye azt mondom, hogy gyerekjogok, akkor többnyire a legtöbb felnőttnek az jut eszébe, hogy milyen borzalmakról hallunk. És a gyerekeknek meg gyakran az jut eszébe, amit mondanak a felnőttek, hogy menne csak a jogaitokat, hanem a kötelességeiteket is tudjátok. És azon gondolkodtunk, hogy kellene valami olyan foglalkozás, ami rendet tesz ebben, és hogy nem egy ijesztő, egy komor téma legyen, hanem egy olyan foglalkozás, ahol együtt tudnak a felnőttek meg a gyerekek játszani, jól érzik magukat, tehát van egy pozitív érzés, amihez kapcsolódik, és közben azért elhangoznak nagyon-nagyon fontos alapvető értékek. Tehát, hogy amit itt is a gyerekek gyönyörűen kimondtak, hogy ugye azt tudjuk, hogy a gyereknek joga van, ahhoz, hogy az ő különféle igényeit, azokat a felnőttek biztosítsák számára. De mik is ezek az igények? Mik azok a testi igények, mik azok a lelki igények, és mik azok a dolgok, amik jók, ha vannak, de nem feltétlenül van rá szükségünk. Nagyon szépen a gyerekek összefoglalták. Nagyon fontos az, hogy milyen jogok illetik meg a gyereket, de ott is ugye ne az legyen, hogy persze van a gyereknek játékhoz való joga, az nem azt jelenti, hogy megvegyük neki a 28. Barbit, de azt igenis jelenti, hogy időt, lehetőséget kell neki biztosítani, hogy játszom, mert anélkül nem lehet egészséges ember. Nagyon fontos, és örülök, hogy itt elhangzott, hogy a gyerekeknek a véleményét meg kell hallgatni. Ez megint nem azt jelenti, hogy persze, amit a gyerek akar, az legyen, de igenis hallgassuk meg, nagyon fontos az, hogy a gyerek úgy érezze, hogy a saját életében ő felelős döntéseket hoz, hogyha ezt rábízzuk, ha megbízunk benne, akkor ezzel fejlesztjük őt lelki értelemben is, és hát valószínűleg jobban el is fogja fogadni azokat a döntéseket, amiben ő részt vehet. Tehát tulajdonképpen azt próbáljuk itt megtanítani a felnőtteknek is, meg a gyerekeknek is, hogy egymás kölcsönös tiszteletével egy jobb világot tudunk teremteni, jobban fogjuk érezni magunkat kölcsönösen. És hát ezt ilyen játékos formába próbáljuk. Általában nagyon szeretik, hát az eddigi tapasztalat mindenhol az, hogy szívesen vesznek részt, a szülők is kicsit félve jönnek, de aztán teljesen feloldódnak, és nagyon jól tudnak játszani, és ugye próbáljuk úgy szervezni a csoportokat, hogy ne saját gyerekkel legyenek együtt, és mégis gyönyörűen elfogadják egymást. Most ez itt egy kicsit speciális helyzet volt, hiszen itt ebben az iskolában ez egy speciális szakiskola, és más képességű gyerekek vannak, ezekhez a helyzetekhez mi külön alkalmazkodunk, tehát több olyan helyszínünk van, ahol speciális szakiskolába járó gyerekek vesznek részt, és hát nyilván nekik egy picit át kell alakítani, kicsit egyszerűsíteni kell, vagy még játékosabbra venni a foglalkozást, de jól szokott működni, és ők ugyanúgy egyébként össze tudják szedni ezeket az alapfogalmakat, tehát ezek gyönyörűen működnek mindenhol. Itt most ebben nem mentem bele, mert érzékeny téma, de például ugye tudjuk azt, hogy Magyarország törvényei között is szerepel, hogy gyereket megütni nem szabad. Ugye sokan gondolják azt, hogy elcsottan egy-két pofon családon belül, az hát Istenem van így, magamnak is 3 gyerekem van, tehát tudom, hogy bizony van így, ettől még ez nem helyes, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ilyenkor törvényt sértünk. Nem feltétlenül azt a törvény, a fontos most, hogy mi van leírva a törvénykönyvekben, hanem hogy a gyereknek a jogait sértjük meg, az ő személyiségi, emberi jogait sértjük meg, amikor észérvek helyett, szép szó helyett egyszerűen a fizikai erőnkkel, a felnőtt fizikai erejével próbálunk meg valami történetet lezárni. Ez nem helyes. És nagyon érdekes az, hogy a gyerekek többnyire ezt például nem tudják. Tehát ha megkérdezzük azt, hogy szerinted az rendben van-e, hogy egy felnőtt megüt egy gyereket, azt tudják, hogy iskolában nem szabad, hogy tanárnak nem szabad, azt többnyire tudják. Szerencsére azért Magyarországon ez már ritka. De az, hogy családon belül sem szabad, azon meg szoktak lepődni a gyerekek. A felnőttek is meg szoktak lepődni, a pedagógusok többnyire tudják, de ez nem egy olyan elmélyült tudás, ami természetes, hanem hogy jó, hát tudom, mi van a törvényben. Azt gondolom, hogy ez generációk kellenek ahhoz, hogy ez a szemlélet megváltozzon, hogy tiszteljük annyira a gyereket, hogy megpróbáljunk észérvekkel és szép szóval bánni vele, és nem a fizikai erőszakkal.
Tudjuk azt, hogy Magyarországon ma több százezer gyerek éhezik a szószoros értelmében. Itt is most a beszélgetés után elhangzott kolléga mondta, hogy itt is volt olyan gyerek, aki pénteken eszik az iskolába, és amikor hazamegy, akkor a hétvégén nem eszik, és hétfőn eszik újra. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan a 21. században egy európai országban. Alapvető jogról van szó, nem csak az államnak, hanem a nemzetközi közösség által elfogadott jogról van szó. Mégis tudjuk, hogy ez nem így van, tehát mulasztásos törvénysértésben élünk régóta. A helyzet úgy tudom, hogy sajnos egyre rosszabbodik, ahelyett, hogy javulna. Ez például egy nagyon-nagyon komoly feladat, amivel szembe kell néznünk, tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet nem tudni, erről tudnunk kell, ez ellen tenni kell, és bizony ezt például a gyerekek is tudják, tehát ők is el szokták mondani, amikor megkérdezem, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek ez nem jut, és tudják, hogy van, és sajnos magam is találkoztam a foglalkozások során is olyan gyerekkel, aki így élt. Ezt úgy gondolom, hogy ezt nem szabad engednünk.